Ihász Gábornál azt hiszem nem volt nagyon nehéz kapcsolatot találni a zene és a sport között, hiszen az itt fellépő énekesek közül sportban legalábbis ő jutott a legmesszebbre. Ha jól tudom, labdarúgással kezdted. Hány éves korodban? 12. És mennyi az a legmesszebb, amit én mondtam? Már időben? Korban? Vagy eredményben? Hát NB1-ben játszottam. Vasasban végig? Bátyáddal együtt? Nem, sajnos abban a csapatban nem tudtam bekerülni később már. Csak korán abba hagytam. És most a Vasas öreg fiúkban? Hát ott nagyon jól játszom, most már 60 éves emberek között. Tényleg én vagyok a leggyorsabb. De azt hiszem, nem csak a labdarúgás az egyetlen sportod. Télen, nem árulok el nagy titkot, egy másik sportágnak is hódolsz. A jégkorongnak azt hiszem, ebben te is partnerem vagy. Egyetlen dolog zavar, csak a korcsolya. Kislány, hogy hány éves vagyok, és akarok-e én is megnősülni, vagy aglegény maradok. Jártam-e néha az iskola mellé, mert ő bizony szokott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább faggatott. Kérdezte tőlem a kislány, hogy milyen az életem. Szoktam-e sírni, ha bántanak engem, és szomorú-e a szívem. Kaptam-e tortát a szülinapomra, mert ő hármat is kapott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább. Kislány, hogy mennyit keresek én, és van-e már autóm, van-e lakásom a rózsadom tetején. Válaszoltam volna, de ő már nem figyelt reám. Elfutott, mert várta őt egy srác az utca másik oldalán. Yeah.